Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 27-én lesz egy titkos éjszaka, a jó szellemek éjszakája. Ez kihat március hónapra. Ahogy ezt a napot átéled, átviszed az energiát jövőre, mégpedig március hónapra. Ezen a napon teli hold van, és tartok egy szertartást. Én összekötöm a kettőt, a teli hold szertartást, ezzel a mágikus éjszakai szertartással. Ha gondolod, jelentkezhetsz erre e-mailen keresztül, az energiai egyensúly 4000 forint, és a témáról beszámolok most ezen a felvételen. Egy teli hold azt jelenti, hogy a hold és a nap szemben áll. Én az indiai asztrológiával dolgozom, és az indiai asztrológusok azt mondják, egy teli hold szerencsét hoz, hiszen megvilágít egy életterületet, megvilágít egy új irányt, egy utat. Itt lehetnek változások. A nap az a mula holdházban van, ami gyökereket jelent. Ez lehet téma az őseink, vagy hogy keressük a biztonságot a munkahelyen, az anyagiakat illetően, vagy a párkapcsolatban, ahol úgy érezzük, hogy le tudunk gyökerezni. Ezzel szemben a hold az artra holdházban van, ami jelenti a fiatalságot, a fiatalos kisugárzást, a gyógyító erőt, a könnyűséget, a mozgást, a játszadozást. A hold az artra holdházban van, az ikrek jegyében, és a nap a mula holdházban van, a nyilas jegyében. Mindkettő, az ikrek jegye is, és a nyilas jegye is utal a mozgásra. Tehát erre számíthatunk most így a napokban, hogy lesz mozgás, lesznek változások, utazások, külföldi kapcsolatok, beszélgetések, és mindenre gyönyörűen kihat Jupiter bolygó. Igaz, még visszafele tekint, de hamarosan megváltoztatja az irányt. Jó hatással van, hiszen Jupiter bolygó az jelenti a szerencsét, és kihat az igazságra is. Ez lehet egy bírósági ügy, ahol most lesz egy fordulat, változás, előre mennek a dolgok, Jupiter bolygó szerencsét hoz, hiszen besugározza a napot. Jupiter bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyéből hat, tehát a tűz eleméből, a nap a nyilas jegyében, szintén a tűz elemében van. Itt van egy jó kapcsolat. És a hold az ikrek jegyében, a levegő elemében van, Jupiter pedig a tűz elemében, megvan a kapcsolat, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. És most megnézzük, hogy milyen témák vannak ezen a misztikus éjszakán. Először is kívánhatsz valamit. Ha hiszel ebben, akkor ez a kívánság megvalósulhat. Ezúttal az álmokról, a vágyakról, az elképzelésekről van szó. Esetleg egy spirituális területről, vagy egy kreatív tevékenységtől. A halak jegyéről van szó, hiszen március hónap az összefüggésben áll a halak jegyével. És itt a fő téma tényleg az álom, vagy az álomfejtés. Ezen a területen is dolgozom, tehát nyugodtan fordulhatsz hozzám, hiszen egy álom az lehet egy üzenet, egy lelki üzenet számodra. Vagy arról is szó lehet, hogy megvannak az álmok, az elképzelések, és tudni szeretnéd azt, hogyan lehetne ezt megvalósítani, és ebben segít a szertartás,
hogy éld az álmaidat, hogy erősítsd a hitedet, áttedd magad a félelmeken, vagy a bizonytalanságokon. Ami az egészségügyi témákat illeti, itt lelki dolgokról van szó. Itt a kártyák, ahogy így kivetettem a képen, ezeket a kártyákat tegnap kaptam a férjemtől karácsonyi ajándékba, és végtelenül hálás vagyok érte, és nagyon-nagyon örülök, hiszen engem ez boldogít, ha új kártyáim vannak, vagy ezzel dolgozhatom. Én érzem ezt a csodát is, különösen, ami itt ezt a kártyát illeti, hiszen itt a szentekről van szó, és ezek a képek utalnak egy bizonyos irányra, vagy adnak tanácsot, de ahogy én érzem, ezek a szentek védenek, óvnak bennünket. Persze megvan az isteni hatalom, vagy az angyalok segítsége is, de én hiszek a szentekben is. És ezúttal megnézzük, hogy melyik szent segít nekünk. Itt Szent Jakubusról van szó, az idősebbikről, aki elkísér az élet utunkon. Vagy lehet, hogy mutatja, hogy melyik irányba kellene haladni. Nyújtja a kezét, ott van mellettünk, különösen, ha egy új irányról van szó. És véd, óv bennünket az élet utunkon, vagy segít a döntéseknél. És megnézzük a kártyák, mit mutatnak a képek. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, egy új irányra. Szent Jakobus segít, elkísér bennünket. De itt kezdetben még vannak nehézségek, hiszen sok mindent kell cipelni. Vagy sok a munkánk, vagy vannak olyan emlékek, ami elszomorít bennünket. Az is lehet, hogy vannak félelmek, bizonytalanságunk, félünk egy új kezdettől, de akkor gondoljunk Szent Jakubusra, Jákobra, Szent Jákobra. Itt megjelenik az ördög. Ez lehet egy negatív gondolat. Ó, ez úgysem sikerül. Vagy lehet egy negatív érzelem, mint például a félelem. Vagy az ördög azt is jelenti, hogy rossz úton vagyunk. Szent Jakob segít egy új irányba tekinteni. Elkísér bennünket ezen az új élet úton. Amit az ördög itt még jelenthet, hogy valaki irigy, és ártani akar nekünk ennél az új kezdetnél. De akkor gondoljunk Szent Jákobra. Segít és eltávolítja ezt a hamis szemét. Itt lesz egy örömteli fordulat, vagy találkozások, egy ünnepség. Itt lesz közeledés, szerencse. Különösen, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen kimutatja az érzelmeit, és te elfogadod ezt. Lesz egy új irány, egy új kezdet, egy új út. De itt valamit még el kellene engedni, hogy a kezdet is könnyű legyen. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt a kártyák jelenthetnek egy kreatív tevékenységet, egy spirituális területet, vagy szerződéseket. És hogyan tovább? Itt a csillagok szerencsét hoznak. Minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt látható a sors kereke. Minden úgy lesz, ahogy a sors könyvében ez meg van írva.
És itt középen megjelenik az egész világ. Ezek lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok. Ez a kártya jelenti az időt is, hiszen itt megjelenik a négy elem, a víz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a tűz eleme, jelenti az évszakokat is, tavasz, nyár, ősz és tél, együtt pontosan egy év. Az nem azt jelenti, hogy egy évig kell várni arra, amíg ez az álom megvalósul, hanem azt jelenti, hogy egy éven belül itt kialakul valami, lesz egy sorsdöntő változás. Itt van a hit, a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Ez a kivetés, ez egy általános jóslás. Az én álmom, így hívom ezt a jóslást. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt az álom jóslást. A díjam az 4000 forint. Asztrológiával együtt 10.000 forint, ahol megnézem, hogy melyik életterületen van a halak jegye, hol van Neptun bolygó, hol van Jupiter bolygó, és hogy tudnád elérni a céljaidat, az álmaidat, és hogy melyik belső út van, melyik spirituális terület. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!